Magasból metszenek a Győr-Szól szakemberei, a zuhogó hó sem akadályozta a szolgáltatót abban, hogy kedden reggel hozzálásson a Damjanich utcai idős platánok szakszerű csonkolásos metszésének. A közel 60 éve ültetett lombosok sok galibát okoztak már, ezért évek óta ütemezetten távolítják el a felesleges és veszélyes ágakat. A munkálatokat Réfalu önkormányzati képviselője fizeti saját képviselői keretéből. Ma örömmel mondhatom, hogy gyakorlatilag ez most már az utolsó része ennek az egyébként 19 millió forintba kerülő farakkonstrukciónak, és hogy igazunk volt, és hogy örömöt okozott. Kaptam egy e-mailt, még tavaly télen kaptam egy e-mailt, ami több lakó írt alá, és abban az volt, hogy képviselő úr, köszönjük, hogy újra látjuk a napot. Az eddigi tapasztalatok alapján a fák jól bírják, sőt igénylik a beavatkozást, amely mostantól a tervek szerint akár 2-3 hétig is eltarthat a Damjanich utcában. Addig némi változás lesz a forgalmi rendben, hiszen az utca a munka idejére egyirányúvá vált. De érdemes elviselni az apró kellemetlenségeket, mert a szakemberek ígéretük szerint még az idén végig is érnek a közel 60 platánból álló fasoron.